8 nap alatt 3 mérkőzésen lépett pályára, és 3-szor szenvedett vereséget a Nyíregyháza Spartakusz. Ezekre a meccsekre azonban nem Gálhidi György vezetőedző, hanem az orvosi stáb állított össze a csapatot. A felnőtt keretből 10 játékos koronavírus tesztje pozitív lett, így ők karanténba vonultak, helyükre pedig fiatalok érkeztek. A Spari hazai pályán 2-0-ra kikapott a Szegedtől, majd a hétközi fordulóban a Vasas nyert 1-0-ra a nyíregyháziak ellen, legutóbb pedig az Ajka vitte el 2-1-es győzelmével a 3 pontot a Városi Stadionból. Keveset játszó és fiatal játékosok kerültek a csapatba. 3 mérkőzés volt, ez most nekünk nagyon rosszkor jött ez a sűrítés. Kellett folyamatosan konzultálni velük, hogy mennyire fáradtak, hogy érezték magukat a mérkőzésen. Amit láttunk az alapján, hogy mit kellett volna csinálni, vagy mit kell majd legközelebb csinálni, hogy minden rendben legyen. De mondom, hát az ellenfelek ezeken a mérkőzéseken sajnos előrébb tartottak, tehát a Szeged is, meg az Ajka is vírus után jött vissza, vagy ugyanolyan szép létszámú játékosuk, mint nekünk, csak ők egy héttel vagy két héttel előrébb voltak, és a vírus után már a régiek tudtak melózni, és tudtak, ha nem is mind a 3 mérkőzésen, de tudtak jó teljesítményt nyújtani. A Spari még 2 tavaszról erőre hozott meccset játszik ebben az évben. Vasárnap a Kaposvárt fogadja, egy héttel később pedig Pécsre utazik Gálhidi György együttese. Nagyon fontos, hogy visszajön 5 játékos. Nem is 90 percre még, de ott vannak velünk, a héten már be tudnak szállni, ha nem is minden gyakorlatban, de már fokozatosan a közös edzésekbe. És ők biztos, hogy segítenek a jelenlétükkel is. Egy-egy fél időt tervezek 3-4 játékosnak. Ezt kell jól megtalálnunk a személyeket, hogy ki tudunk esetleg többet játszatni, vagy ki tudunk lecserélni, hogyha kell éppen. Úgyhogy most ez a legfontosabb feladat, hogy jól gazdálkodjunk a meglévő játékos állománnyal. Mindent meg fogunk tenni azért annak érdekében, hogy ez jól süljön el. Nagyon kellene a csapatnak is, a klubnak is, nekünk is, hiszen azért mi is emberek vagyunk, a győzelem minket is erősít, a vereség meg gyengít, önbizalmilag elsősorban. Úgyhogy mindent oda teszünk annak érdekében, hogy ezt a 2 meccset jól hozzuk le. Az NB2 tabellájának élén a bajnokság felénél a Debrecen áll 42 ponttal, megelőzve a 39 pontos Budaörsöt. A 27 pontos Nyíregyháza 9. helyen várja a folytatást.